műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Miért van az, hogy többnyire akkor megyünk múzeumba, ha külföldön járunk? Hogy milyen tárlatok vannak a környezetünkben, annak nemigen nézünk utána. Ha pedig tudomást is szerzünk egyikről másikról, elég ritkán veszik rá magunkat, hogy belépőt váltsunk azok felfedezésére. Pedig Erdély rendkívül gazdag múzeumokban, és nem csak klasszikus kiállításokban, hanem egészen kreatív, újszerű helyszínekben is. Ilyen a kolozsvári Steampunk Transzilvánia Múzeum is, melynek varázslatos világában a 19. századi technológia mesterien ötvöződik sci-fi elemekkel és retrofuturisztikus technológiával. Üdvözöllek a Steampunk Múzeumban! Hát el se hittem, hogy itt vagyok. Nagyon örülök, hogy végre eljöttél. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem. Az Európában egyedülálló helyszínen az ötletgazda Istvándi Botond lesz az idegenvezetőnk. A látogatók nálunk fél órától felfele töltik az időt, azaz van, aki 2,5 órát bent van a 220 négyzetméterben, tehát nagyon kicsi a hely, viszont annyi részlet van, és annyi látnivaló, megérinthető tárgy, ami nagyon itt tudja marasztalni a látogatót, sőt, nagyon sokan el sem akarnak menni már innen. Lehet, hogy ma mi se fogunk. Ajánljuk minden látogatónak a fényképezést, azt is, hogy a tárgyakat megérintsék, kézbe vegyék, akár felvegyenek egy ruházatot, úgyhogy ne is húzzuk az időt, szerintem menjünk be, jó? Jó, rendben van, tehát mindenhez hozzá lehet nyúlni, ki is próbálom ezt a csengőt engem. Kérlek szépen! Itt vannak a nagyon veszélyes időbanditák, bele tudnak bújni egyaránt zsebórába, karórába és telefonba is, és átállítják az órát, hogy megzavarják a látogatók nyugalmát. Nagy hangsúly fektetünk arra, hogy hogyan öltözik a személyzet, azért, mert ez is nagyon sokat ad a múzeum látogatóinak, éppen ezért rád is fel fogok tenni most ezúttal egy kalapot, ami egy kicsit jobban belevisz majd a varázslatba. Jó. Benne vagy? Jó, benne, jó, abszolút. Akkor válasszunk neked egyet. De nagyon jó az öltözetet különben, tényleg. Köszönöm abszolút. Szépen, ez nem is annyira steampunk még. Jó, ide menni, nagyon szépen köszönöm, jól áll? Nagyon jól áll. De mit szóltok? Na, hát így fogunk bemenni a Steampunk Múzeumba. Menjünk be és nézzünk szét a két emeleten, jó? Figyelj! És akkor varázslat ez persze, is? Persze, itt sem minden varázslat. Az egész világ, az egész múzeum egy ilyen óriási, elbűvölő, egy mágikus hely, ahol rengeteg meglepetés vár. Téged készen áll? Okay, készen állunk. Egy, kettő, három. És mehetünk! Gyertek! Ezt a steampunk fogalmat nagyon kevesen ismerik. Mihez van köze, mit jelent? A steampunkkal azt kell tudni, hogy egy nagyon új irányzat, egy szubkultúra, ami a 80-as évek vége felé kezdett nagyon népszerűvé válni. Van egy ilyen feltételezés is, hogy az Egyesült Államokban például kezd már lecsengeni ez az egész steampunk dolog, ami valójában a 90-es években volt a csúcsán. Na most nálunk itt Európában, és főleg Kelet-Európában egy nagyon új dolog, nagyon sokan ismerik mondjuk, hogy a fogalmat, de ha nem is a fogalmat, akkor a különféle elemeit, melyek megfordulnak különféle
művészeti ágazatban, legyen az irodalom, zene, ruházat, művészet, tehát rengeteg dolog, de nem feltétlenül tudják, hogy mi ez. Steampunknak a fő vezére, majd nevezzük így, Verne Gyula és az ő regényei, nagyon sokan inspirálódtak ezekből a történetekből, meg azokból a gépezetekről, melyeket ő leírt, meg illusztrált az ő könyveiben. Nyilván mi is így gondoljuk, ezért eléggé sokszor találunk utalásokat Verne Gyulára, úgy rá, mint személy, mint az általa elkészített érdekességekre. Folyamatosan bővítjük a múzeumot, most is egy olyan tárgy fog elkészülni a következő hetekben, ami szintén hozzáköthető. Nyilván Verne Gyula mellett vannak mások is, ilyen az H.G. Wells, meg a Mary Shelley, aki a Frankensteint írta, de Verne Gyulának van kötődése Erdélyhez is, úgyhogy nagyon jól megtalált egy helyét a Steampunk Múzeum. Honnan jön az ötlet a múzeumra? Mert becsempésszük ezt a stílust különböző dolgokba, hogy te is felsoroltad, irodalom, ruházat, divat, mindenbe, igen, de hogy honnan jön aztán egy múzeum ötlet? Tehát, hogy ez egy óriási meló. Kolozsvár nagyon híres arról, hogy több steampunk témájú kocsma volt már benne, vagy vendéglátóhelyiség, nevezzük ezt inkább így, amelyek nagy sikerrel működtek, egy darabig, van, amelyik még a mai napig is nyitva tartja a kapuit, viszont az van, hogy itt a tárgyak általában elvesztik az értéküket, a kiállított tárgyak, vagy a kreációk azért, mert a látogatók, vagy a fogyasztók azért mennek ezekre a helyekre, hogy elfogyasszanak egy ételt, egy italt. Én már eléggé rég dolgozom a kiállítás, vagy a muzeális, vagy a show businessben, és nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan állandó múzeumom, amit én tervezek meg a nullától. Valahogy így jött az ötlet, és olyan elemeket szerettem volna belevinni, és sikerült is belevinni a múzeumba, melyekre gyerekkorom óta vágyom, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzám. Gondolok itt olyan dolgokra, hogy titkos szoba. De erről majd fent beszélgetünk. Jó. Azt mondod, hogy gyerekkor. Honnan jön benned ez a szerelem? Meg a stílus, meg az irányzat iránti ekkora elfogultság? Az irányzattal én sem rég találkoztam, néhány éve, és úgy, hogy láttam interneten különféle dolgokat, elkezdtem utána nézni. Egyre több olyan embert ismertem meg, aki kreál hasonló irányzatú érdekességeket. Viszont én nagyon szeretem a bonyolult, a nagyon komplex dolgokat, a zsúfoltságot, a steampunk pedig egy nagyon-nagyon-nagyon részlet, gazdag, komplex irányzat, és talán ez az, ami vonzott. Ezen kívül pedig én nagyon szerettem volna mindig, mai napig szeretnék a 60-70-es években élni. Tehát minden, ami kicsit így visszavisz az időben, ez engem nagyon vonz, úgyhogy én ilyen időutazó szellem vagyok, meg egy nagyon álmodozó szellem vagyok, itt pedig semmi sem reális, minden képzeletben jön a múzeumban. Így, hogy téged látlak, el is tudom képzelni, hogy titokban, a titokszobában vissza szoktál utazni az időben, és onnan hozod ezeket a dolgokat. Van néhány fegyverem, amit több művész készített, ezeket a látogatók kézbe is vehetik, nagyon érdekes darabuk, főleg ez, ami itt készült a mi műhelyünkben, mert különféle érdekes vegyszereket is tartalmaz, valamint itt van egy nagyon szép puska is, viszont a szerkezete... De nem féltitek őket? Nem. A múzeumnak az egyik erőssége az, hogy nagyon sok tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ezt a látogatók szokták díjazni, kiemelni távozáskor, hogy milyen jó, hogy általában nem szabad ezt megtenni semmilyen múzeumban, vagy milyen jó, hogy lehet fényképezni, vagy milyen jó, hogy bele lehet ülni. Sokan nem tudják, hogy az időgépünkbe bele lehet ülni. Remélem, belemülhetek. Mehetünk tovább. Következik az alkémia labor, ahol adott napokon találkozhatunk az őrült tudóssal is. Ő nincs itt minden nap, általában az otthoni műhelyében, laboratóriumában dolgozik, de van olyan, hogy itt is éjszaka. Ezen a hintaszéken szokott néha meditálni, és itt olvasgat, és itt találja ki a kis mágikus vegyszereit, vagy folyadékjait, melyeket ő szokott letesztelni, ő iszogatja meg először, utána pedig beadja nekünk. Úgyhogy és még eddig túlélte. Ő is túlélte, meg mi is, szerencsére így mindenki egy kicsit megkattant, de ez csak pozitívat jelent.
Gyere velem! Ez itt egy műtőszoba. Egy műtőszoba? Itt egy több mint 100 éves tolókocsiban műtjük valakinek az agyát. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk úgy a hangokra, mint az illatokra, mint a fényhatásokra. Ezek szintén kiemelik ezt a nagyon sejtelmes hangulatát. Sok múzeum erre nem fektet hangsúlyt, és csak felkapcsolja a nagy fényeket, és mindenhol fehér. Ez pedig a kínzószoba, itt helyet is foglalhatsz, ha gondolod. Óriási! Kipróbáljam? Kipróbáljam én. Légy szíves. Igen, tehát nagyon kényelmesen lehet üldögélni benne. De ez nem is kínzószoba. Hogy? Ez nem is kínzószoba. Ez csak a szék, amiben kínozunk. Amúgy például ezen a mángorlón szoktuk a kínzottaknak a manikűrét. Igen. Na már egy óvatosan, nekem van már praktikusom, meg vannak a lyukak, hogy hova. Ja, értem. No, nagyon, nagyon kényelmes. Egy ideig. Körülbelül eddig. Jó, egy hátra is lehet dőlni. És akkor itt, jaj, szegényeknek a kezei. Értem. Hát itt tényleg megkínoztatok egy-két embert már, igaz? Ebben a szobában az az érdekesség, hogy a falakra mi felírtunk nyitás előtt 10 mondatot, a többit pedig a látogatók teszik meg. Úgyhogy itt most már annyira kezd telítődni a tartalma ezeknek a falaknak, hogy már kezd olvashatatlanná válni egy csomó minden. Viszont adjuk a filctollakat a látogatók kezébe, és ők minden nyelven vagy írnak, vagy rajzolnak, vagy egyszerűen csak satíroznak ezt-azt, a gyerekektől elkezdve nyugdíjasokig, mindenki imádja ezt a részét is a múzeumnak. Itt valójában belekerülünk egy kicsit az óceán mélyébe. Ó, és itt is valaki ül. Itt is üldögél egy disznóbácsi, itt pedig egy hölgy éppen fürdőzik a medúzáknak. Ez nagyon-nagyon magi. Menjünk át a mágikus világba. Jó. Ahol a kicsik és a felnőttek is nagyon élvezik a dolgokat. Át is adnálak titeket Attilának, aki az egyik kedvenc idegenvezetőnk. Szuper, szia Attila! Örvendek, én vagyok Attila mágus. Milyen élményekkel gazdagodnak tulajdonképpen, akik ide bejönnek, vagy hogy mit tapasztaltatok? Én főleg azt szoktam látni, hogy hallanak erről a steampunk stílusról, ami nekem már nagyon régi szenvedélyem, de nagyon sokan nem ismerik. Aha. És akkor nekem mindig nagyon nagy öröm mesélni nekik. A gyerekkorom óta ez nekem nagyon nagy élvezetet okoz ez az egész műfaj, és az, hogy teljesen kiszakadhatnak a hétköznapokból, azt szoktam leginkább érezni, mert látják, hogy múzeum, arra számítanak, hogy egy ilyen vitrines helyre érkeznek, és közben pedig itt mindent meg lehet fogni, meséket hallanak, nagyon sok esetben személyre szabott meséket mondok nekik, tehát látva, hogyha kisgyerek, akkor kicsikét varázslatosabban. Mennyire kell beleélned magad? Azért ez egy olyan fajta stílus, ami megkövetel egyfajta előadásmódot is, mint idegenvezető, és akkor itt nem nagyon lehet zavarva lenni. Nem, abszolút nem. Aha. Szerencsére ezzel nekem nincs problémám. Színjátszókörben is voltam, úgyhogy nekem nincsenek ilyen gátlásaim, és nagyon-nagyon élvezem ezt a szereplést. Sokan mondják is, hogy én így minden nap ilyen őrült vagyok, amikor nem vagyok a múzeumban, akkor is. Azt akarom mondani, hogy igen. Tehát, hogy nekem ez így nagyon találó személyiségemhez is. Ez az Ether Hertz generátor, az őrült tudós egyik találmány, amivel az űrlényekkel próbálunk kommunikálni. Eddig még sajnos nem jött össze, de minden nap próbálkozunk. Mi a múzeum különlegessége, vagy így számodra a legjobb része?
Szerintem az, hogy tényleg erre a steampunkra fókuszál rá a leginkább, ez Európában is egyedi, hogy csak steampunkról szóló múzeum, és az, hogy ennyire, hát ilyen szabad az egész, tényleg a fantáziára bízunk mindent, a képzelőerő dominál, szerintem ez egy hatalmas nagy előnye, és számomra is ez a legkülönleges, mert én is írok, ezért ez így nagyon inspirál engem is, és látom, ahogy a látogatók is beleélik magukat ebbe a fantáziába. A zenegép az egyik nagy kedvencem, ezzel mindig el tudom bájolni a látogatókat is, és nagyon szeretem, ahogy szól is. Itt tudok egy mini koncertet tartani. Tényleg. Főleg, hogy ez autentikus, ezért főleg nagyon különleges. Mindig elképzelem, hogy egy kis udvarhölgy, amit azt hallgatja öltözködés közben, hogy készül egy bálba, vagy várani még különleges hangulata. Mennyire kell a tárgyakat megismerni, ugye? Tehát rögtön azt mondtad, hogy itt van ez, és akkor így tekerjük, és dinamo is. Tehát, hogy amikor elkészül egy új alkotás, hiszen aktív művésze igen. van, ugye, professzor Szilveszter a múzeumnak, akkor mennyire kell megismerned ezt a tárgyat? Hát eléggé meg kell ismernem, főleg azért is, hogyha improvizálnom kell valamit vele kapcsolatban, akkor jól kell ismernem, de másfelől meg sok minden ránk van bízva, mint körbevezetőkre. Tehát vannak olyan tárgyak is, amelyek történelmiebbek, ezeket jobban kell ismernünk, hogy hogy működik, viszont nagyon sok tárgy olyan, hogy helyben kitalálhatjuk, hogy manók laknak benne, tündérek, csillámporral működik, vagy álmokkal, tehát hogy ez így nagyjából ránk van bízva, általában kitalálok egy általános dolgot, és akkor igazítom ahhoz, hogy mi érdekelni a látogatót. Ez a mai másoló gépeknek az ük-ük nagyapja, mondhatnánk. Behelyeztek két papírlapot, az egyiken, amelyiken már megvolt a szöveg tintában, és a másikra egy üres papírlapot. És akkor azok a nagyon apró tintanyomok átpréselődtek a másik lapra. Üdvözöllek a második emeleten, ahol akárcsak, mint egy mágikus portálon keresztül egy teljesen más világ köszön ránk. Itt aztán végképp dominál a fantázia és a képzelőerő, ami ugyebár az én szakterületem, mint mágus. Marlén a varázsló nőnek a mini műhelye. Ő hétvégenként szokott itt lenni, és teazacból, kávézacból és tarotkártyából is tud jósolni. Itt Szendi művésznőnek az alkotásait láthatjuk. Ő egy holland művésznő, aki együttműködésben van a múzeummal. Ezek tökökből készültek. Itt egy taxiváltozatot láthatunk. És ott pedig, hát ki tudja, talán pont a hamupipőke. Kacsalábon járó, kerekes tökintója. Itt a tündérek se félnek tőlünk, itt van a sivatagi tündéreknek az otthona, ugyebár a kis tornyaikkal, és itt nagyon szeretek ezekben a tárgyakban, hogy nagyon természetes elemekből készültek, tehát ezek a kis platók, például fejjel lefele fordított gombák, akkor ezek is valamiféle tökből készültek, és liftként működnek, ugyebár a tündérek tudnak repülni, de a nagyon nehéz szállítmányaikat ezzel a liftrendszerrel oldják meg. Ez egy ilyen nagyon eko megoldás, manapság is ilyesmint gondolkoznak, hogy ilyen hatalmas fákba költözön az emberiség, és liftekkel mozogjunk a szintek között, mert ez egy ilyen sokkal zöldebb megoldás lenne az emberiség számára. Itt van a szomorú kis bohócunk, és a jégkirálynőnek a birodalma. A jégkirálynőnek a szívét több ezer évvel ezelőtt összetörte egy gonosz herceg, és azóta ebben a jéggömbben él elszigetelve a világtól, és segédei a környező tornyokban vigyáznak rá. Itt továbbá az erdők anyja, ugyebár a Mumapoduri,
román folklór szereplő, a tündérek ellensége és az erdő kegyetlen úrnője, de szerencsére itt van Drakár Sámán is, a múzeum jóakaró szelleme, aki azért szemmel tartja az asszonyságot. Az erdei tündéreknek az otthona. Hát ezek az erdei tündérek is nagyon magányi laknak. Igen. Másik nagy kedvencem, igen, a csigaház, a törpék otthona és az erdei állatkák kedvenc helye ugyebár. Ezt is a professzor úr készítette. Most nézzük meg, professzor Szilveszter. Hello. Professzor Szilveszter, már önmagában olyan státuszod van, bocsánat, ezzel a semmi gond. Ezzel a névvel, hát elképesztő, amit kint láttunk. Ez itt az aktív műhelyed? Igen. Tényleg itt dolgozol mindig? Igen. Miben különbözik aktív művésznek lenni egy múzeumban, mint amikor ilyen mindenféle régi dolgokat kiállítanak, vagy, tehát, hogy nem egy átlagos múzeumról van szó, meg hogy te itt vagy az emberek mellett, és itt születik meg az, ami mi csodálkozunk. Igen, nagyon örvendek ennek a lehetőségnek már mint, és az, hogy a látogatók lássák, és ugyanabban az időben gratulálnak, hogy milyen érdekes, amit csinálunk, vagy milyen érdekes, amit eddig csináltunk, és mit csinálunk, mit tudom, jövőre. Ez mind engemet nagyon boldogít, és ad egy ilyen szerotonin boostot, hogy folytonosan dolgozzak, vagy az elején arra gondoltam, hogy fog zavarni, hogy a látogatók néznek, miközben dolgozok, és ki fogok ejteni minden szerszámot a kezemből. De ez nem igazán úgy van, nagyon, nagyon örvendek, hogy beszélgethetek a látogatókkal, és mindig látom rajtuk, hogy olyan kíváncsi, hogy ja, most mit építesz, vagy most mit szerkesztesz, vagy úgyhogy nagyon, nagyon érdekes élmény. Honnan kapod az ihletet? Sokszor bejönnek csak úgy, és akkor elég nagy elképzelő tehetségem van, és sok tévéjátékot játszok, meg fantasztikus, meg mindenfajta könyveket olvasok, úgyhogy ezek segítnek, nem direkt, de indirekt valahogy adnak hátul az agyban ötleteket, vagy másfajta elképzelést, vagy egy másfajta világot például létre tudok hozni ezekkel az ötletekkel, vagy mit tudom én, tapasztalatokkal. Jó, és micsoda szerkezet jó. Igen, ez az egyik nagy kedvencem, Szilveszter professzornak az egyik alkotása. Hát azért ez a Szilveszter professzor, ez nagyon tehetséges. Nem, hát nem semmi alak, az már biztos. És hogyha lehúzom ezt a kart, akkor bekapcsolódik a léghajó. Honnan jön az irányzat iránti lelkesedésed, vagy az ebben való alkotó munka? Már azelőtt is egyébként hasonlókat alkottál? Én 10 éve steampunk és fantasy dekorokat készítek. Mármint mondhatom, hogy egy nem éppen egy játékból kezdődött, de egy Halloween kosztümöt készítettem ezelőtt 10 évvel, és akkor fedeztem fel ezt a steampunk stílust. Nagyon beleszerettem, és mindig, mikor volt egy pici időm a munkahelyem mellett, vagy akármi, mindig valamit készítettem, amit borkácsoltam, mindig valamit újat akartam létrehozni, vagy rajzoltam, úgyhogy ez a kreatív részem mindig ott volt, és nem akartam, hogy kihaljon, vagyis ez az álmom, hogy folytonosan kreatív tudjak lenni. Mi volt a legnehezebb, vagy számodra a legmegerőltetőbb tárgy, alkotás, amit készítettél? Nem mondhatom, hogy nagyon megerőltethető, vagy nehéz, vagy én nem is mondhatom, hogy dolgozok. Én itt játszom a dolgokkal, vagyis én itt igazán játszok a dolgokkal. Mikor egy projekt például túl hosszú, akkor érzem, hogy szeretném ezt már befejezni, nem másért, de jönnek más ötletek hátulról, és akkor lökik ezt előre. Aha. A Zeppelin a legnagyobb projekt, amiket eddig készítettem az egész művészi életemben. Ez egy 2 hónapos projekt volt, de érdekes volt, és minden percet
imádtam belőle, úgyhogy nem mondhatom, hogy ez is munka volt. De ez volt a leghosszabb és legnehezebb projekt. Csak egy picit meg kell válaszolni a telefonon. Könyvet és megnyomod, a varázslat megtörténik. A könyvespolc kinyílik, és beléphetsz a titkos szobába. Csak keresd meg a polcot, amelyen két gyertya van, és nyomd meg, ezen két gyertya van, az utolsó előtti könyvet. Bizony. Ez az! És tényleg van titkos szoba. És tényleg van. Nem csalás, nem állom. Nem. Úristen, tényleg van titkos szoba. Számodra melyik a legkedvesebb része a múzeumnak? Az egyik kedvencem az talán a könyvtár. Azért, mert nagy, magas. Nyilván azért, mert szétnyílik. Erre nagyon rég vágytam, hogy legyen az életemben egy olyan lehetőség, hogy egy titkos szobát kinyithassak. Most ez megvalósult, és közvetlenül mellette található a csiga lépcső, ami szintén egy erős szimbólum a viktoriánus korszaknak, a steampunknak. Az utólag készült el, körülbelül egy hónapja áll a könyvtár mellett, de szerintem ez az egyik legvarázslatosabb része a múzeumnak, legalábbis számomra. Milyen célotok van még itt? Ez ugye folyamatosan változik, újul ez a hely, tehát azt nem mondhatjuk, hogy aki egyszer itt járt, az többet ne jöjjön, de milyen tervetek van még itt? Előre nem látjuk a terveket soha. Az este például, vagy éjszaka jött egy ötletem, hogy mit kéne megvalósítani a következőkben. És? Egy titok, egy porszem, amit elárulsz nekünk? Van egy biciklink. Van egy biciklink. És abból szeretnénk egy interaktív élményt összehozni Szilveszter professzorral. Van már egy elképzelésünk, viszont ez folyamatosan finomodik. De van esély arra is, hogy a közeljövőben egy kisebb méretű autót is betegyünk ebbe a múzeumba. Tudom, hogy hihetetlennek tűnik el, végre kicsi a múzeum, és nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a látogatók alig férnek a kiállított tárgyak miatt. Viszont csinálunk helyet egy autónak, és csak az ajtón férjen be. Ugye itt minden hihetetlennek tűnik, úgyhogy nem hiszem, hogy van olyan, amit ne sikerülne megcsinálnotok. Hogy szedted össze a csapatot? Itt mindenki olyan, mintha ide született volna. Arról, hogy hogyan sikerült összeállítani a csapatot, nagyon hosszan tudnék mesélni, mert ugye közel 15-ön vagyunk már a csapatban, különféle váltásokban, főleg az idegenvezetőknek a száma, ami a nagyobb. A professzor Szilveszterrel való ismerkedés is egy érdekes, egy véletlen dolog, ami valójában a múzeum megvalósításának a háromnegyedében történt meg körülbelül, amikor ő bekerült a képbe. Addig a belső térnek az átalakításával foglalkoztunk, nem annyira a kiállított tárgyakkal. Akkor a mögöttem levő falat is egy kolozsvári művész készítette. Ez egy nagyon ipari hangulatú, viszont nagyon értékes és érdekes darabokat tartalmaz. Az embereket egyszerűen ide vonza ez a múzeum, és így elválik az, hogy ki az, aki szeretne része lenni, vagy sem. Ilyen például Atira, hát ő egy látogató volt valójában, és 3 órát töltött el a múzeumban látogatóként. Én pont benn voltam akkor a múzeumban, figyelgettem a lelkesedését, így felajánlottam neki, hogy nem lenne kedve itt dolgozni, és azóta is tudtom szerint az álom munkahelyének tekinti ezt. Igazából nem is egy munkahely, hanem egy olyan hely, ahova mindenki azért jön, mert jól érzi magát. Milyen terveid vannak esetleg a bővítésére, úgyhogy ne csak mondjuk Erdélybe, vagy ne csak Kolozsváron legyen, mert lehet Erdélybe is lesz még több?
A látogatóink nagyon gyakran kérdezik távozáskor, hogy hogyan fogunk tovább terjeszkedni, mert ez a múzeum már tele van. Na most erre az a válasz, hogy városon belül és országon belül nem szeretnénk tovább terjeszkedni, sőt a helyszínt sem szeretnénk megváltoztatni. Tehát egyelőre ez az ingatlan, amit bérelünk, egy ideális helyszínnek bizonyult. Az tény, hogy egy kicsit kicsi, de valójában itt indult az egész, úgyhogy azért, hogy nőjön, ezért most nem fogunk változtatni, sőt, azt remélem, hogy 30 év múlva is ugyanígy lesz ez a kis lyuk, ami valójában egy csomó élményt okoz a látogatóknak. Több országba szeretnénk majd eljutni, de az is az álmaim közé tartozik, hogy egy utazó kiállítás legyen ebből valójában. Mármint a meglévő múzeumok mellett legyen ennek egy utazó verziója is, ami majd turnézgat Európában, és nem biztos, hogy csak Európában, hanem más kontinenseken is. Úgyhogy tervek vannak, viszont azt is ki szeretném emelni, hogy nem csak egy múzeum szeretnénk lenni, hanem ez csak egy kezdet. A kelet-európai és főleg az erdélyi steampunk közösséget szeretnénk valójában növelni, vagy akár megalkotni, mert ha létezik is, nagyon-nagyon pici, úgyhogy ez nagyon jól halad, ezért bulikat is szervezünk néha, havonta. Ezeknek a buliknak az a neve, hogy steam building, pont azért, hogy a múzeumnak és az irányzatnak a rajongói ne csak az online téren találkozgassanak, és ott lájkolgassák, vagy kommentelgessék a mi megosztásainkat, hanem olykor személyesen is találkozzanak. Megvolt az első bulink nagyon nagy sikerrel, úgyhogy készülünk a következővel. Minden alkalommal más helyszínen lesz a buli, más témájú zene lesz, és más témájú beöltözés, ami nyilván kicsit fűszerezve van a steampunk stílussal. Úgyhogy havi rendszerességgel steam building. És itt van az időgép. Én beülök, és most itt hagylak titeket. Hova menjek? Ezer, igen, van. 860 mondjuk. Úristen, meg fogok ijedni. Felfele! Nagyon jó! Készen állok, srácok, sziasztok! Három, kettő, egy! Az Alán? Hol van Petra? Hol van Petra? Fogalmam sincs. Hát remélem, hogy visszajön, mert aztán tényleg a múzeumot vonják felelősségre ezért. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.